Szombaton 16. alkalommal rendezték meg a Baba elsősegély tanfolyamot a Hévízi Bázis edzőteremben. A jelenlévők szakmailag képzett előadóktól interaktív előadás keretein belül tanulhatták meg, hogyan kell eljárni vészhelyzet esetén. A rendezvény megálmodója Husz Veronika szülésznő, aki szülésfelkészítő kurzusain már számtalan kisgyermeket váró párnak segített ráhangolódni a baba érkezésére, illetve az azt követő első hónapokra. Szülésfelkészítőként jött egy igény a pároktól, hogy szeretnének jobban felkészülni az esetleges vészhelyzetekre, amikor a babájuk megérkezik hozzájuk. Ebből kifolyólag hoztuk létre a baba elsősegély tanfolyamunkat. Úgy gondolom, hogy a félelmek oldása ott kezdődik, hogy minőségi tudást szerzünk arról, amitől félünk, és olyan gyakorlati eljárásokat tudunk megtanulni, amivel esetleg vészhelyzeteket tudunk megelőzni, illetve megoldani az életünkbe. Baj esetén hiába vannak a megfelelő helyen a mentősök, az orvosok a megfelelő időben, a megfelelő szaktudás birtokában, ha nem előzi meg őket egy felkészült elsősegélynyújtó, aki az ilyenkor szükséges beavatkozásokkal előkészíti a beteg ellátását, ameddig a segítség meg nem érkezik. Viszont kellő körültekintéssel, odafigyeléssel a vészhelyzetek jelentős része megelőzhető. Egy szülő számára talán a legfontosabb a háztartási baleseteknek a kivédése. Nyilván fokozott figyelmet várunk el a szülőktől, hogy a háztartásokban felelhető különféle vegyszereket megfelelően és rendeltetésszerűen alkalmazzuk, illetve hát az időjárásnak megfelelően igyekszünk felhívni a figyelmet a szénmonoxid jelzőberendezéseknek a használatára. A közlekedés szempontjából meg a legfontosabb az, hogy a megfelelő méretű gyermeküléseket alkalmazzák a gyermekek. Az ilyen és ehhez hasonló képzéseken a szülők felkészülhetnek a veszélyes szituációkra, hogy ne érje őket váratlanul, s a pánikreakció helyett megfelelően kezeljék a helyzetet, hiszen a megfelelő tudás akár életet is menthet.